Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünneplő közönséget a Hősök Napja alkalmából szervezett városi megemlékezésünkön. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a mai ünnepséget a városi temetőben nyitottuk meg, az elhunyt katonák sírjai előtt koszorúk elhelyezésével. Most a Hősök terén folytatódik ünnepi műsorunk, és kérem Önöket, hogy miután a díszőrség felállt, közösen énekeljük el a magyar himnuszt. Igen, díszőrő! Gyez! Felállítási helyre! Lépés! Indulj! Kedves megjelentek, elsőnként fogadják nagy szeretettel a Német Nemzetiségi Általános Iskolából Csikós Tamást. A Magyar Hősök Emléknapja. Május utolsó vasárnapján azokra emlékezünk, akik történelmünk során a legdrágábbat, életüket áldozták a haza védelmében. A magyar nép történelme során alig telt el úgy néhány évtized, hogy ne kellett volna magyar férfiaknak fegyvert fogniuk családjaik, szereteik és országuk védelmében. 1915-ben Báró Abel Ferenc vezérkari őrnagy tett javaslatot egy olyan törvény elfogadására, mely azt célozta, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni a világháborúban elesett hősök neveit. E kezdeményezéssel azonosult gróf Tisza István miniszterelnök, akinek törvény előterjesztését a képviselőház az 1917 évi 8. törvénycikkben emelte törvényerőre, s tette kötelezővé a hősi emlékművek állítását. A jogszabály kimondta, hogy megfelelő módon kifejezésre kell jutatni, és az utókor számára meg kell örökíteni a nemzeti hősök halottainak kegyeletteljes tiszteletét. 1925. május 1-én a honvédelmi miniszter Hősök Emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünnepé nyilvánította május utolsó vasárnapját. Egy 1942. április 25-én kelt rendeletben az ünnepet kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. Ez mondta ki: 1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért. Emléküket ugyanolyan kegyelettel kell őrizni, mint a korábban elesettekét. Nagyszabású rendezvénysorozat 1944-ben volt utoljára. 1945-ben még megemlékeztek a Hősök Napjáról, de 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos események.
Az első és a második világháború hőseiről Magyarországon 1989. május 29-én emlékeztek meg ismét nyilvánosan Szekszárdon. Az első állami rendezvényt 1990-ben tartották meg. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001 évi törvényt ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját. Nyugodjanak békében, a boldog feltámadás reményében. Emlékezzünk rájuk egy gondolattal, egy szál virággal, egy meggyújtott gyertyával, hisz értünk és hazánkért vesztették el életüket. A következő percekben Hollódi Molly egy verssel emlékezik meg az elhunyt hősökről, majd Mester Barbarát hallhatják. Gyulai Pál a hősök sírja. Egy sírban az erdő szélen 300 hős alszik mélyen, mély sebekkel eltemetve, emlék nélkül elfeledve. De lehajlik a zöld erdő, rájuk élő koszorút sző, és mint álmaik haragja, harsog zúg a bérc patakja. Éjfél tájban sírjok ormán, felgyúl néha egy-egy villám, és felindul a természet, a menny mint egy leborul, s mintha volna végítélet, mindent egy hang kiáltul. Mintha trombiták harsognák, nem veszett el a szabadság. Az igazság ünnepel, lelkünk széllyel jár a légben, örök bíró él az égben, nem estünk hiába el. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában. Éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békében napjait, egyezve lássa fiait, tatár török más ellenség. Minket meg ne rendítessék, minket meg ne rendítessék. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Köszönöm szépen a Német Nemzetiségi Általános Iskolának, hogy ünnepi műsorukkal emelték a mai megemlékezés fényét. A gyermekeket felkészítette és a műsort összeállította Megyesi Ilona és Futó Viktória. A mai ünnepi beszéd előtt még a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szaksz László úr egy verssel készült. Kérem, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára. Akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magja kél a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szálka keresőket. Csak egy éjszakára. Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad,
s véres vize kicsap a vén Visztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsora garast fogukhoz ver őket. Csak egy éjszakára. Mikor gránát, vulkán, izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél. S mire földre omlik, ó, iszonyú omlás, szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket, s az űzérkedőket, csak egy éjszakára. Mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem, csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú, csahos nyelvel hazaszeretőket, csak egy éjszakára. Vakító csillagnak mikor támad fénye, lássák meg arcuk a szan folyó tükrébe, amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet. Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyju kínjára, csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy fetrengne mind-mind, hogy mea culpázna, hogy tépné az ingét, hogy verni a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent? A magyar vérem ellen soha-soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket. Tisztelettel felkérem városunk polgármesterét, Gromon István urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves egybegyűltek, kedves emlékezők! A vásártéri tanulóknak a szép műsora is. Szaksz elnök úrnak a gyönyörű szavalata után engedjék meg, hogy én is néhány gondolattal hozzájáruljak a mai ünnephez. Egy jó hónap múlva, június 28-án lesz 100 éve annak, hogy Gavrilo Princip, a Fekete Kéz nevű titkos szerb szervezet egyik tagja Szarajevóban pisztollyal halálosan megsebesítette Ferenc Ferdinánd trónörököst, és rá egy hónapra, július 28-án Bécs hadat üzent Szerbiának, és ezzel megkezdődött az első világháború. Akkoriban csak a nagy háborúnak hívták, illetve a háború után sokáig. Nem szeretném most az időt azzal tovább húzni, hogy ennek a világháborúnak az összes mozzanatát felidézzem. Csupán arra szeretnék emlékeztetni, hogy ebben a nagy háborúban összesen több mint 15 millió ember halt meg, és arra, hogy Magyarország ebből nagyon jelentős részt vállalt. 3.581.000 katona szerepelt a háborúban, ebből 524.000 épségben hazatért, 833.000 fogságba esett, 1.492.000 katona sebesült meg, és 530.965 személy halt hősi halált. 530.965.
Általánosságban a háborúról nem szeretnék többet mondani, mert ezt a történelem könyvekből el lehet olvasni, de hogy Vörösvárt hogy érintette az első világháború, arról néhány dolgot idéznék Fogarasi Miska bácsi könyvéből. Már a háború kitörése utáni hónapokban az árak olyan rohamosan emelkedtek, hogy 1914. augusztus 10-én rendkívüli közgyűlést hívott össze a Vörösvári elöljáróság egyetlen témakör megtárgyalására, hogyan védekezzen a község az éhínség ellen. 14-ben volt már. 15. március 7-én a képviselőtestület megállapította, hogy már számos család van Vörösváron, akik már hetek óta a liszt hiánya miatt nem esznek. 17. június 6-i közgyűlési jegyzőkönyv szerint a Pomázi járás főszolgabírójának utasítása alapján a község a katonaságot köteles elhelyezni az iskolában, valamint az óvodai épületekben. A bosnyák katonák elhelyezése után Vörösváron vérhasjárvány tört ki. Ennek a részleteit nem ismertetem, hanem csak annyit, hogy a vérhasjárvány következtében sok vörösvári is meghalt. A papi földeken barakokat állítottak föl, ott helyezték el a betegeket, aztán onnan, amikor meghaltak, a halottakat strávkocsival vitték a temetőbe. A hosszú első világháború alatt nagyon sok vörösvári halt meg a harctereken, nagyon sokan nem tértek haza, és még az is kérdés, hogy egyáltalán van-e egy kereszt a sírhantjuk felett, a nagy orosz pusztaságon, vagy pedig az isonzó partjain. Fogarasi Miska bácsi összegyűjtötte, hogy hány vörösvári halt meg. Az ő könyvében 100 név szerepelt, azóta ezt a névsort sikerült még valamivel pontosítani. Jelenleg úgy tudjuk, hogy 106 vörösvári férfi halt meg az első világháborúban a frontokon. Közülük nagyon keveset temettek el, vagy kerültek haza, a döntő többségük jeltelen sírban vagy elhagyott katonai temetőkben nyugszik idegen földön. Voltak azonban olyan vörösvári katonák is az első világháborúban, akik túlélték a háborút, és mindenkinek figyelmébe ajánlom azt a könyvet, amit én Pándi Gábor alpolgármester úrtól kaptam. Az a címe, hogy a magyar gyalogság, a magyar gyalogos katona története. Ez a könyv 39-ben jelent meg először, aztán bővítették később, és ebben a könyvben több mint 60 vörösvári katona sorsának a rövid reírása szerepel, olyanoké, akik túlélték az első világháborút. Hát a 60 közül bármelyiket kiválaszthattam volna, valahol a névsor elején megálltam, és kiválasztottam idősebb Bruckner József kötőszövőmesternek a bejegyzését. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Született 1894, Pilisvörösvár. 1915. december 15-én vonult be Nagytéténybe, a 26. királyi vadászászlóaljhoz. Kiképzése után 1916 elején az olasz harctérre ment. Itt harcolt 1916. május 29-ig, amikor is Verona közelében tüdőlövést szenvedett. Felgyógyulása után az orosz hadszíntérre került. 1916. augusztus elején Stanislaw Nadvornánál másodszor sebesült. A Csángó faluknál harmadszor sebesült. Felgyógyulása után a 23. királyi gyalogos ezred kötelékében az olasz hadszintéren küzdött az összeomlásig. 1942-ben az orosz bolsevizmus elleni hadjárat idején is teljesített katonai szolgálatot. Nevezetesebb ütközetei Rovertótól Verona közeig lefolyt harcok, Kirlibaba, Dornavátra, Jakobényi, Csokanesti, Kimpolunk, Toporuc, Dobronuc, az 1918. június 15-i piavei nagy offenzíva harcai. Ez csak egy példa, de a 60 között nagyon sok olyat találtam, aki miután túlélte az első világháborút, a második világháborúban is harcolt, nagyon sok ilyen vörösvári katona volt.
Itt a fiatalok elmondták, hogy a háború végeztével, illetve vége felé hogyan vezették be a hősökről való megemlékezést. Szó volt a Hősök napja bevezetéséről, ami már az első világháború után történt, de még a világháború közben született egy törvény arról, hogy minden város és község az anyagi erejének megfelelő méltó módon örökítse meg mindazoknak a nevét, akik lakói közül életüket áldozták a hazáért. A törvény megszületett 17-ben, de Vörösváron nem sikerült rögtön az emlékművet felállítani, viszont a háború elmúltával, mikor egy kicsit az emberek megerősödtek, Vörösváron egy gyűjtést rendeztek egy hősi emlékmű felállítására. Több mint 24 ezer korona gyűlt össze Miska bácsi feljegyzése szerint a falu polgárainak adományából, és az emlékművet, itt ezt a felújított első világháborús emlékművet így 1920. augusztus 20-án szentelték fel. A felszentelésen egy katonai egység is részt vett, és el kell, hogy mondjam, hogy akkor az emlékmű nem itt állt, hanem amikor még a temető nem ott volt, ahol ma, hanem a CBA helyén, itt a főút mentén, akkor annak a temetőnek a bejárata körül a főút közelében helyezték el ezt az emlékművet, és amikor azt a temetőt felszámolták, utána később 1935-ben helyezték át ide. Nagyon érdekes annak a története, amíg az akkori testület eldöntötte, hogy hova kerüljön az emlékmű, de ezt most idő hiányában nem részletezem. Sajnos, amikor aztán bevezették a Hősök napját a 20-as évek közepén, és Vörösváron is elkezdték megemlékezni az első világháborús áldozatokról, akkor nagyon kevés idő telt el addig, amikor, ahogy a fiataloktól is hallottuk, kitört az újabb háború, és újabb áldozatok ontották a vérüket a hazáért. A második világháborúból is csak a számokat szeretném felidézni. Magyar részről a második világháborúnak 300 ezer katonai, 80 ezer civil áldozata volt. A holokausztban 200 ezer magyar ember veszett el, és ha ezt összeadjuk, az összesen 580 ezer fő. Ez az akkori magyar népességnek a 6,35%-a volt. Megint csak nem beszélnék az általános, egész országot érintő dolgokról, hanem csak, hogy mi volt Vörösváron. Miska bácsi könyvéből idézem megint a következőket. A háborúba való belépés első észrevehető következményei a magyar honvédseregbe történő tömeges behívások voltak, mármint Vörösvárról. Hogy ezeket a behívásokat németellenes magatartás diktálta-e azért, hogy kíméljék a magyar vért, arra nézve vörösvári viszonylatban nincsenek bizonyítékok. Minden esetre az asszonyoknak férjük és fiaik nélkül kellett megbirkózniuk a különféle mezőgazdasági munkákkal, és közben naponta érkeztek a szomorú hírek, a férj, a fiú meghalt vagy megsebesült a fronton. 1942-43-ban a Szovjetunióban, később Magyarországon, végül a fogságban. Voltak olyanok is, akik önként mentek a háborúba, Vörösváron is. 1942. február 1-én, majd 43. június 1-én aláírt szerződés lehetővé tette, hogy a német származású fiatal emberek jelentkezzenek a fegyveres SS-be. Pilisvörösváron nagyon kevesen jelentkeztek önként az SS-hez fegyveres szolgálatra. A mintegy 50 fiatal ember nevét, akiket végül behívtak, a Volksbund adta meg, tehát a nevüket a Volksbund adta meg. Így hívták be őket. A jelentkezés eleinte ugyan önkéntes volt, 44. április 14-e után azonban már kényszer sorozások is voltak, minden 60 év alatti férfit behívhattak a fegyveres SS alakulataihoz. A behívottak közül nagyon sokan nem térhettek vissza. Konkrétan Vörösvár, tehát a települést, 44 tavaszán érte el a háború. Március 19-én órák hosszat vonultak itt a Bécsi úton Budapest felé a német csapatok. A tankok és a legénységet szállító teherautók dübörögtek a községen át.
A főváros bombázó angol és amerikai repülők, valamint a szirénák zaja és félelmetes hangja rettegésben tartotta Vörösvár lakóit is. Ezek a repülők Budapest felett a német légelhárítás tüzébe kerültek, és a pilóták közül sokan itt a főváros térségében lelték halálukat. Az angol temető a község déli határában, a Bécsi út mellett ezeknek az áldozatoknak a nyugvó helye. Szerencsére itt a községben a repülőtámadások a lakosságban nem okoztak kárt. Külön meg kell emlékezni a vörösvári zsidóknak a sorsáról, akikkel 44 pünkösdjén történt meg a tragédia. Akkor a népszámlálás szerint 117 zsidó lakott Vörösváron. Miska bácsi feljegyzése szerint a németséggel a legjobb barátságban élve. Akkor pünköstkor minden zsidó család megkapta a szörnyű hírt, hogy mennél kevesebb csomaggal jelentkezzen a községháza előtt. A beszámolók szerint a községháza előtt rettenetes jelenetek játszottak le, síró gyermekek, félelemmel telt felnőttek, zokogó nők és lányok várták borzalmas jövőjüket. Kocsikra rakták és csendőri kísérettel Budafokra vitték őket, onnan hajóval szállították őket Pünköstfürdőre, onnan gyalog mentek a budakalászi téglagyárig. Hogy onnan hova hurcolták őket, arról nincsen tudomásunk. Mint ahogy arról sem, hogy melyik koncentrációs táborban fejezték be az életüket. Közben, akik itthon maradtak, betakarították a termést. A feljegyzések szerint érdekes módon a 44-es mezőgazdasági eredmények igen jók voltak. A nők és a gyerekek feladata volt a nagy termésnek a betakarítása. Azonban egyre közeledett a front Vörösvárhoz. Az evakuálási felszólítás minden kétséget kizáróan tudatta a vörösváriakkal is, hogy a front már a főváros előtt van, azaz közel Vörösvárhoz. Utána október 15-én következett a Horthy Miklós kormányzó által bejelentett fegyverszünet, ami azonban nem tartott sokáig, mert a nyilaskeresztes párt a németek segítségével, Szálasi Ferenc vezetésével átvette a hatalmat. Ebben az időben már a leventéket is bevetésre készítették elő. Vörösváron az iskolákat a német trén foglalta el, itt rendezték be a kórházat, és a vásártéri iskolában, illetve az előtte lévő téren több száz olaj- és benzinhordót tároltak utánpótlás céljára. Az orosz felderítő repülők bizonyára felfedezték ezeket az olaj- és benzinhordókat, mert 44. december 24-én, mise után bombázni kezdték a községet. Bomba hullott a templom elé, a Szegfő utcai Pelényi és Hidasház területére, a Kápolna utca 23 szám alatti Mannherzház udvarára, itt a Hősök terén a Vakán üzlet elé és a Vásártéri iskola délnyugati sarkára. A bombázásnak halálos áldozatai is voltak: Magor Margit, Apolónia Márton, Bruckner Márton, Kesselbauer Edit, Krupp Márton, Fekete Ferenc és Fekete Ilona. Délután 3 óra körül jelentek meg az első orosz katonák Szent Iván felől, és a falut, azaz Vörösvárt harc nélkül foglalták el, mert a német katonák Piliszántón át nyugat felé akkor már elmenekültek. Nem akarok kitérni arra, hogy az áldozatokat kit, hol, mikor, hogyan temettek el, és arról sem, hogy a II. Világháború után milyen nehéz és ritka dolog volt megemlékezni a elhunytakról, a hősi halottakról. Feljegyzések szerint csak halottak napján a temetőben bátorkodtak az emberek megemlékezni róluk. Nyilvánosan nem volt hősök napja és nem volt megemlékezés. A rendszerváltás után itt Vörösváron is, úgy, mint az egész országban igyekeztünk ezt a hiányt, ezt az adósságot pótolni. Talán az első ilyen lépés volt 1997-ben a Hősök könyvének az elkészítetése. Ezt sem ismertetem részletesen, annyit mondanék el, hogy az adatok összegyűjtését Grossné Krupp Erzsébet polgármester felkérésére a Nyugdíjasok klubja végezte el, Krammer Jánosné, majd Angeli Mártonné irányításával. És akkor ők 153 nevet gyűjtöttek el, akiket beírtak a Hősök könyvébe, és azt elhelyezték a templom sekrestjében, ahol ma is megtalálható.
következő nagy lépés volt, amikor 2002-ben Boczheim István polgármester úr kezdeményezésére a temetőben mind a német, mind a szovjet katonák sírhelyeit rendbe tették. Ennek sem ismertetem a részleteit, de ennek egy szövődménye volt az, hogy Szaksz László úr kérte akkor polgármester urat, hogy ne csak a német és orosz katonákról, hanem akkor mindenek előtt a vörösvári második világháborús áldozatokról is emlékezzünk meg, és annak a kezdeményezésnek az eredménye lett az itt látható második világháborús emlékmű, amit szintén 2002-ben a Hősök napján avattak fel. Boros Zoltán plébános úr szentelte fel az emlékművet. És így elérkezünk most már a mai naphoz, vagy közeledünk legalábbis hozzá. Az idén az első világháború kitörésének 100. évfordulójára a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírt egy pályázatot, amit én észleltem, és ez a pályázat arra vonatkozott, hogy az országban lévő első világháborús emlékműveket, amelyek felújításra szorulnak, ez az alapítvány anyagilag támogatja. Megpályáztuk, és erre a pályázat alapján közel 2,5 millió forintot nyertünk. Ebből nem csak az első világháborús emlékművet, hanem a körülötte álló többi emlékművet is felújítottuk. Nem részletezem ennek a felújításnak a apró részleteit, hanem arra szeretnék rátérni most, hogy ahogy említették itt a fiatalok is, az lenne jó, hogyha ez a négy emlékmű most már tovább nem szaporodna. A Hősök napján általában a világháborúkra gondolunk, én magam is, és Fogarasi Attila tanár úr hívta fel a figyelmemet, hogy ez egy rossz begyökerezés, hiszen a Hősök napján illik megemlékezni az 56-os hősökről is. Valószínűleg a rossz begyökerezésnek az az alapja, hogy mindnyájunk életében évtizedeken át ezt nem nevezték háborúnak, hanem ellenforradalomnak, később esetleg a rendszerváltáskor forradalomnak, és csak nehezen szokjuk meg, hogy ez háború volt, szabadságharc. Talán tegyük hozzá, hogy leginkább háború, a legigazibb háború, mert ez egy honvédő háború volt. Nem idegen földön vívták magyar emberek, hanem itthon Magyarországon a saját hazájuk védelmében. És engedjék meg, hogy megosszam azt az aggodalmamat önökkel, hogy nem tudhatjuk pontosan, hogy mikor jön el egy újabb világháborúnak az ideje. Ahogy én nézem a feljegyzéseket, amikor az első világháború kitört, vagy a második, az újságok másnap nem azzal a címlappal jelentek meg, hogy tisztelt polgárok, kitört a világháború. Az emberek sokszor csak hónapokkal vagy évekkel később ocsúttak, és akkor vették észre, hogy egy világháború kellős közepén vannak. Én figyelmeztetnék arra, hogy néhány hónappal ezelőtt, február 28-án pénteken orosz katonai szállító repülőgépek szálltak le a Krímben, és orosz páncélozott szállító harcjárművek indultak meg Szimferopol felé. Én nagyon aggódom azon, hogy ez ne legyen egy újabb világháborúnak a kezdete. És ezért is hozom ezt szóba, mert bár most is kevesen vagyunk itt, de nagyon fontos, hogy mindig legyenek, akik emlékeznek a világháborúkra, az áldozatokra, éppen azért, hogy még amíg lehet, addig tegyünk meg mindent a háborúk elkerüléséért. Szaksz László elnök úr által felolvasott Gyóni Géza vers, az én értelmezésemben erről szól, hogy hűtsük le azokat a handabandázó embereket, akik szeretnek harciaskodni, és akik szeretik felszítani az ellentéteket ember és ember között, nemzetiség és nemzetiség, ország és ország között, nemzet és nemzet között, mert amikor már lángla robbant, akkor már nagyon nehéz a háborút elkerülni, és akkor vitatkozhatunk, hogy az a hős, aki bevonul katonának, vagy az a hős, aki otthon marad. Nekem múlt héten is volt erről egy vitám valakivel, mert sok ember szemében az a hős, aki ellentmond a parancsnak, és vállalja, hogy börtönbe zárják, vagy kivégezzék parancs megtagadás miatt,
Én úgy gondolom, hogy aki nem ezt választotta, hanem engedelmeskedett a parancsnak, és a harctéren szembenézett az ellenséges golyókkal, és nem futott el, és nem menekült el, az is hős. De a feladat az lenne, hogy ne legyen szükség hősökre. Ha összegezem a két világháború számait, csak a vörösvárjak tekintetében, akkor a mai tudásunk szerint az első világháborúban 106, a másodikban 159 vörösvári férfi esett el. Egy gondolatkísérletet végeztem, ha mindegyiküknek lett volna csak két gyermeke és négy unokája, akkor az 1855 fő. Ennyivel lennénk többen ma minimum, hogyha ezek a férfiak nem kellett volna, hogy az életüket feláldozzák a háborúban. Hogy a háború elkerüléséért mit lehet tenni, az egy nagyon nehéz kérdés. Úgy gondolom, hogy mindenképpen belül az egyéni lelkekben kezdődik a dolog. Két dolgot kell hozzá minnyájunkban megteremteni, az igazságosságot és a szeretetet. És legjobb példa talán arra, hogy ezt hogyan lehet megtenni, az II. János Pál pápának a egyik újévi beszédéből időzhető. 10 évvel ezelőtt, 2004. január 1-én, ami a béke világnapja, a nemrég szentté avatott II. János Pál pápa erről elmélkedett. És a következőt mondta: minden bizonnyal a törvény a békéhez vezető út kezdete, és meg kell tanítani az embereket, hogy tiszteljék a törvényt. Azonban nem jutunk el a célhoz, ha az igazságosságot nem hatja át a szeretet is. Az igazságosság és a szeretet olykor ellentétes erőknek tűnnek. Valójában ugyanannak a valóságnak a két arca, az emberi lét két dimenziója, amelyeknek kölcsönösen ki kell egészíteniük egymást. A történelmi tapasztalat igazolja mindezt. Láttuk, hogy az igazságosság gyakran képtelen megszabadulni a rossz akarattól, a gyűlölettől, sőt a kegyetlenségtől. Az igazságosság ezért önmagában nem elegendő. Valójában az igazságosság önmagát tagadja meg, amennyiben nem nyitott a nagyobb erő a szeretet iránt. Én ezt a gondolatot ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy tegyünk meg mindent a békeidőkben azért, hogy több háború ne legyen. A hősök emlékét azért ápoljuk, a sírjukat azért gondozzuk, a világháborús emlékműveket azért újítjuk föl, a hősök napját azért ünnepeljük meg, hogy soha többet háború ne legyen, és újabb áldozatoknak ne kelljen meghalniuk. Ne hagyjuk, hogy a gyűlölet éket verjen köztünk és más emberek, népek és országok között. Ne hagyjuk, hogy az időkben újabb és újabb emlékműveket kelljen állítani újabb pusztító háborúk után. Ezen gondolatok jegyében most Szaksz László elnök úrral felavatjuk a felújított első világháborús emlékművet. Köszönöm a figyelmüket!
Kedves megjelentek, a megemlékezés virágainak elhelyezése következik. Tisztelt ünneplő közönség, a mai megemlékezés ezzel lassan véget ér. Szeretném köszönetemet kifejezni a Német Nemzetiségi Vegyes Kórusnak, a Nosztalgia Dalkörnek, Feltoffer Jánosnak, a Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusainak és növendékeinek, és a Magyar Honvédség megjelent katonáinak, hogy jelenlétükkel emelték a mai megemlékezés rangját, fényét. Befejezésül kérem, közösen énekeljük el a szózatot.